csak pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Seres Attila újságíró, a hírolvasó.com alapítója és szerkesztője. Szia, szép jó reggelt! Jó reggelt! Péntek van. Van, mindenki meggyújtja a péntek esti gyertyákat, de pénteken veled is mindig beszélgetünk és megbeszéljük a hetet. A hét egyik legfontosabb dolgai közé tartozik természetesen az, hogy megindult végül is az Eurovíziós Dalfesztivál mindenféle botrányok nélkül, és képzeld el, végül is az utolsó percben még jó gázott, de végül sikerült aláíratni, na kivel azt, hogy szerepelni fog? Hát Madonnával, hát ez az egész Madonna szaga, ez nyilvánvalóan egy ilyen PR akció volt, hogy jön, nem jön, aláírta, nem írta alá. Hát mi is hoztuk persze rendesen a sztorit, de annyira átlátszó az egész, hogy már szinte kínos is. Na most én az első adást, azt férfiasan bevallom, sikerült a képernyőmre varázsolni a telefonomon keresztül az ágyból, ahelyett, hogy megkerestem volna azt a magyar csatornát, amelyik ezt adja, mert inkább a kommentátorok érdekeltek héber nyelven, de végül is elaludtam jellemző rám, de utána felvételről megnéztem. A hétfői elődöntőről van szó? A hétfői elődöntő. De angolul ment az egész kommentálás. Igen, igen, de a helyi kommentárok, az élő adást közvetítő kommentárok, ugyanúgy, mint ahogy a magyar kommentátorok is a helyszínen van, az szenzációs volt. Hogy vagy megelégedve, Iszte, értesz nem csak a zenéhez, hanem a színpadhoz is, az egész fénytechnikával, az egésszel, ahogy kinéz? Hát én őszintén megmondom, az egész Eurovíziós Dalfesztivál kapcsolatban vannak problémáim. Ez egy nagyon jó társadalmi happening, hát Tel Aviv a feje tetején van, a rendőrség közölte, hogy most már maradjanak otthon, mert minden állóhely elkelt, egy külön tengerparti rész van, ahol kivetítőkön, még énekesekkel, nem is ugyanazokkal a fellépőkkel, egy egész ország lázba, és ezt sugározza a világnak. Ez egy tök pozitív dolog, nem? Hát Izrael szempontjából persze, de ez akkor is egy PR rendezvény, tehát itt azért nem a minőségről szólnak a dolgok. Valaha arról szóltak? Hát fogalmam sincs, hogy valaha arról szóltak-e, az én véleményemet kérdezed. Ez mind zenész a véleményed? Hát mind zenész, persze. Tehát, hát eleve ugye a szakmai szempontok föl sem merülnek, mert hiszen kizárólag országokra lehet szavazni, és akkor országokba szavaznak emberek, és hát egyáltalán nem, tehát semmi jelentősége nincsen annak, hogy zeneileg milyen. Hát azért említsük meg a szegény pápai Jocit, aki ugyan a legszexibb férfi énekesnek a díját, kvázi idézőjeles díját elnyerte az egyik internetes portáltól, de hát azzal az erővel már az esti elődöntőből ki is esett. Én nem vagyok oda a pápai Jocinak se a zenéjéért, de hát tehát gyakorlatilag összesen lehet hasonlítani minőségben, és nívóban és lelkesedésben és kivitelben azokkal, akik végül is tovább jutottak, szóval hát én azért nem vagyok oda ezért. Volt azért Aranykulcs Fesztivál, volt Sanremo, volt, és akkor ma van az Eurovíziós Dalfesztivál. Hát nem is tudom, hogy lehet egy zsűrinek kéne dönteni, akkor hogy tudná eldönteni, hisz az egyik teljes, a másik kusos, nem is lehet hasonlítani tulajdonképpen a stílusokat. Hát abszolút lehet hasonlítani a stílusokat, mert igazából Azt nagy, hogy azt mondod, hogy nincs is stílus. Hát először is nem nagyon van stílus, másodszor pedig nem is annyira lehet megkülönböztetni őket egymástól. Én direkt figyeltem, tehát tényleg olyan primitív közönség csalogató és megtévesztő trükkökkel jönnek, ott ilyen vívók vannak, tehát olyan látványelemekkel pótolják a... Na de ez a modern tévézés, a látványelemek, ez vonza az embereket. Jó, mondod, tévézés, tehát igen, tehát ez egy tévézés. Ez egy televíziós műsor. Ennél sokkal érdekesebbnek tartom, hogy izraeli informatikusok, nem tudom, az megvan-e, tegnap átment az egész magyar sajton, vagy meg tegnap előtt,
hogy izraeli informatikusok egy mesterséges intelligenciával betáplálták az összes eddigi Eurovíziós dalfesztiválnak az összes dalát, összes szövegét, és egy ilyen mesterséges intelligenciával generáltak egy újat, egy új számot. Hát az a szám semmivel se rosszabb, nem jó, de semmivel se rosszabb, mint bármelyik jelenleg. Akkor ezek szerint a mesterséges intelligencia is tud zenét szerezni? Hát inkább úgy mondanám, hogy a... Összeválogatni? Hogy inkább úgy mondanám, hogy az emberi intelligencia, amit ebbe a produkcióba beleadnak, az nem erőlteti meg magát jobban, mint egy mesterséges intelligencia. Jól látom én azt, hogy a tévézés fénykorát, Dafke, ezek a fesztiválok, a sok színpadváltozás, a sok fény, a technika, az dobja előre. Hát ennek nem vagyok a szakértője, de így, hogy mondod, valószínűleg ez így van, hogy a tévézésben az kell, hogy minden forogjon, ugráljanak körülötte, fények villódzanak. De hát, azért ebben a fénytechnikában hatalmas tudományág van benne. Hát persze, amikor ez átveszi a főszerepet, amikor tulajdonképpen már az zene csak a kelléke ennek a látványnak, hát akkor... És az ott lévő énekes az csak úgy ott van. Hát igen, némelyik meg nem is annyira tűnik énekesnek, tehát nem, én nem tudom. Szóval nekem ez őszintén megmondom, hogy nagyon nem jön be. És mondom, a Pápai Jocinak se egy világszáma produkciója, de hát mégis azért ott kiáltott mezitláb, ilyen szexi kontya, és ilyen személyesen előadott egy egyébként nagyon szívszorító számot, az Én apám, az volt az ő induló számának a címe. Tehát egyszerűen minőségben összesen lehetett hasonlítani, és invencióba a többi álszámmal, és hát úgy esett ki, hogy gyakorlatilag észre se lehetett. Mégis ugyanakkor én úgy látszik mindent más szemmel nézek. A PR szempontjából, a zsidó állam sokszínűsége szempontjából ez egy hatalmas kampány, hisz ott vannak minden Eurovíziós dalfesztiválon, már a szurkolók a nézők táborába is lengetik a nemzeti zászlójukat, jelen vannak, és most, hogy megadatott, hogy még ezt ott is rendezik meg, ami ugyan nem kevés pénzbe kerül, ez még nagyobb önbizalmat ad nekik, és ott létet. Hát igen. Gávát, egy ilyen büszkeséget ezt akartam. Hát igen, te, mondani. Aki még a hősi időkbe mentél ki, te biztosan nagyon jól emlékszel erre, hogy fölkerültek a térképre. Hát Izraelben, az egész Izrael állam úgy, ahogy van, reggeltől estig, estétől reggelig arról szól, hogy fölkerüljünk a térképre. Hát Izrael most fölkerült a térképre. De miért kell ezért küzdeni? Szóval elszorul a hangom, és azt mondom, hogy miért kell azért küzdeni, hogy tudomásul vegyék, hogy vagyunk. Az, hogy a kosárlabdába vagy kézilabdába össze is keverem a kettőt, végre Európába vagyunk és fölkerültünk a térképre, de tulajdonképpen nagyon jól látod, mert amikor első alkalommal Ilán itt megjelent ott, aki a repülőjegyét az utazási irodáktól koldulta össze, valaki vart neki egy ruhát, aztán azt elmondta, hogy kivarta a ruhát, és a szállodát meg barátok dobták össze neki, de fölkerültünk a térképre. Érdekes, olvastam egy tanulmányt, hogy a Reset a Sidur, tehát az állami köztelevízió végül is egy forintot nem tette be bele, mármint sekelt nem tette be bele, és jövőre már nem is ők lesznek azok, akik ezt szervezik, és magát a... Nem is nagyon van, miből beletenni? Az elődöntőt a kormány kivonta belőle. Az elődöntőt is egy kereskedelmi televízió szervezte meg nekik. Igen. Szóval mondom, az a lényeg, hogy itt minden arról szól, hogy fölkerüljön Izrael a térképre. Hát Izraelben, hogyha az is egy hír, hogy valaki 30. helyezést ért el párbajtőr vívásba a mit tudom én, európai párbajtőr bajnokságon. Hát vannak fiatal nemzetállamok, akik csak még 71 esztendősek, és nincs olyan múltjuk nekik. Én azért szoktam mondani, hogy az újkori zsidó állam, na de hát az ókori zsidó államban sem biztos, hogy mi voltunk a törvívás bajnokai. Hát igen, és hát Izraelnél még ugye ehhez, hogy fiatal állam, ehhez még hozzájárul az, hogy hát a mai napig a legitimációjáért, a legitimitásáért küzd. Azért küzd, hogy tényleg elismerjék. Hát a mai napig
Itt volt ez a CEUN például most tegnap előtt a NAC-ban. Ez lenne búcsú kérdésem, van rá három percünk. Hát a NAC-ban erről szól. Öngolt rúgott magának a CEU, hogy azokat a haladó liberális támogatóit most elvesztették ezzel a NAC-ban való palesztin zászló kitűzéssel. Arról nem beszélve, hogy nem kívánjuk egy miniszterelnöknek a halálát, akkor is, ha nem értünk egyet vele. Nem lopták ők öngolt maguknak? Péter, ezzel a mostani NAC-ban semmi újdonság nincsen. Hát ezek a fiatalok nem valami gerillák, akik beszabadultak az utcáról, betörték az ajtót, és a CEU-nak az akarata és tudta ellenére csinálták meg ezt a NAC-banapot, nem tudom, volt-e itt már róla szó, biztos volt már itt rá szó, és nem is értettem a kormány szóvivőjével, éppen arról beszéltem, hogy az Európai Unióban mi vagyunk azok, akik a legjobban támogatjuk a zsidó államot, és akkor itt van a CEU, ami állítólag egy haladó egyetem, igaz magánegyetem, ahol előadást tartanak és uszítanak a zsidó állam ellen. Ez már nem demokrácia, ez már anarchia, nem? Hát ez teljesen demokrácia, tehát ebben nem értek vele egyet. Az teljesen demokrácia. De hát én nem tudom, hogy ki csodálkozik ezen a történeten. Ugye az köztudott, hogy akárhogy is értékeljük a CEU-nak a szerepét, az köztudott, hogy Soros György egyeteméről beszélünk. Hát Soros Györgyről minden nap lehet olvasni az újságba, és szerintem mindenki tudja, hogy több száz Izrael ellenes szervezetet támogat, és egyszerűen nem is értem, hogy mi ezen a meglepő, hogy a CEU nevét viselő palesztin párti NAC-ba napot tart, palesztin párti szervezet, ifjúsági szervezet NAC-ba napot tart. Tehát ebben semmi újdonság, semmi meglepő. De én ezért nem tudok lelkesedni. Én nem mondtam, hogy lelkesedni ez kell. Meglepő, mert ez egy szerinted demokratikus, szerintem abszolút nem demokratikus dolog, és mindenki, aki másnak a halálát, illetve egy másik ország el nem ismerését kívánja, az nagbázzon máshol. Azt tudom erre ismételten mondani, hogy a CEU az alapítójának az ideológiájával, az eszmeiségével és a napi tevékenységével teljesen összhangban levő tevékenység. Akkor most türelmes vallomást kell, hogy tegyek neked, akkor nem kérek belőle. Na, különben sem állt itt és kopogott az ajtón, hogy fogadjunk el tőle ajándékot, meg el se fogadtuk volna. Eddig tartott a mai pirkadat. Utolsó vendégünk az elmúlt szűk negyed órában Seres Attila újságíró, aki sok-sok zsidó portált, rádiót elindított már. Ma legjobban foglalkozik a hírolvasó.com-mal, amit teremtett, meg egy másik, minek is dolgozol? Egyszer elmondhatod. A Neokonnak dolgozom még. Akiben a cikkeit is természetesen a hírolvasó.com figyeli. Állandó vendégünk a világ zsidó szemmel, és lehet, hogy ma még találkoznak vele egyszer, hisz mindjárt jön a rabbi, akivel pilpulozni lehet. Egy pénzfeldobással eldöntjük, hogy ki pilpulozik, és kikérdezi meg a rabbitól hosszasan legalább 4 percen keresztül, hogy mi is az a lakbaó, mert természetesen előtte beszélünk majd a 7 vallási eseményeiről. Tartsanak velünk! Shabbat shalom! Shabbat shalom!